Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit itt a Kerti Póni csatornán. A mai napon egy otthoni lótartó napi teendőiben nyerhettek betekintést. Csutakolok, etetek, takarítok. Tartsatok velünk! Február közepe van. Kétség kívül ezek a téli hónapok tartogatják a legtöbb kihívást egy otthoni lótartó számára. Vagy óriási a sár, vagy dermesztően hideg van, de a lovaink ekkor is töretlenül számítanak ránk. Nem hiába mondják sokan, hogy a lótartás egyfajta életforma, hiszen minden napon velük kezdődik és velük zárul, teljesen hozzájuk igazítom a napi rutinomat. Reggelente, amellett, hogy megszeretgetem őket, mindenkire vetek egy pár ellenőrző pillantást, így azonnal látom, hogy a furcsán viselkednek, esetleg nem jó a közérzetük. Ha bármi szokatlant észlelek, mi hamarabb tudok állatorvost hívni. Amint megbizonyosodtam róla, hogy minden rendben, már nyugodt szívvel engedem ki őket legelni. A karámunk ajtaja egyből a legelőre nyílik, így elegendő kinyitnom a kaput, ezzel szabad utat engedve nekik. Természetesen mielőtt kiengeded a lovaidat, ne felejtsd el ellenőrizni a legelőtt kerítését is, és meggyőződni róla, hogy rendben van. Véletlenül sem törött szakadt, na meg hogy nem maradt nyitva egyetlen kapu sem, amin kisisszanhatnak a patások. Most, hogy a lovak odakint bóklásznak, megtöltöm a szénahálójukat. Bármilyen meglepő, nem kapnak plusz szemes takarmányt, se egyéb kiegészítőt, sőt még a szálasat is igyekszem minél inkább visszafogni, ugyanis két túlzottan jó takarmány hasznosító lóról van szó esetünkben. Ez a kisugú szénaháló egy ideális megoldás, amiért ebből csak szárazgatni tudják a szénát, tehát elnyújtja az evési időt. Folyamatosan ehetnek, de egyszerre csak keveset, ami a lehető legközelebb áll a természeteshez egy ló számára. Tehát egyfolytában van előttük szálas takarmány, ezáltal nincsen koplolós időszak, nem tudják hirtelen felenni az egész napi adagjukat, vagy épp pazarolni a szénát. Az istáló előtti térkövezett kis placunk talán a legfunkcionálisabb terület a karámban. Legtöbbször itt etetek, itt isznak, ez egyben a patamosunk és a kikötőnk. Illetve a térburkolatnak köszönhetően ez az a felület, ami minden időszakban járható, szárazon tartható és a lovak is szívesen tartózkodnak itt. Általában napi több alkalommal felsöprök, hiszen épp ezért nagyon gyorsan koszolódik. Ilyenkor reggelente a megmaradt vizüket kiöntöm és frissre cserélem. A kútból mindig kellemes hőmérsékletű víz érkezik, ezért csak a nagyon erős mínuszokban szoktam egy kis meleg vizet hozzáöntani, hogy ne fagyjon be olyan hamar. Alma közben már kiszúrt, hogy megérkezett a reggeli. Nem csoda, hiszen most arra a tél végére már teljesen gyér a legelőnk, így igazából csak nézelődni és lézengeni tudnak a területen. Élelmet már szinte egyáltalán nem találnak, tehát ebben az időszakban egész napra igénylik a szénát, hogy folyamatosan legyen mit rágniuk. Miközben ők szálazgatnak, én nekiállok a trágyagyűjtésnek. Érdekesség, hogy a lovak jó időben a homokos karám egyik szedletét használják vécének, de ilyenkor téren, amikor nagy dagonya van, vagy le van fagyva a föld, átpártolnak az istállóba. Amit amúgy olyan szempontból nem bánok, hogy ott hiába fagynak le a kupacok, könnyűszerrel fel tudom szedni, nem úgy, mint a homokból, ahonnan sokszor csákánnyal is képtelenség lenne elválasztani a talajtól. Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy nálam nincs bealmozva. Ennek az az oka, hogy a lovaknak szabad kibejárásuk van az istálló és a karám között, még este is. Ha teszek be nekik forgácsot, akkor maximum azt érem el, hogy rápisélnek. Így viszont szépen kiballagnak a homokos karámba a dolgukat végezni. Mellesleg a saras időt kivéve szinte mindig a karámban alszanak a szabad ég alatt. Mindemellett a boxgumi padozatos, ami alapból jól hőszigetel és puha rugalmas. Nyáron tehát előszeretettel befekszenek hűsölni az istállóba is.
A trágyát egy mezőgazdasági szállítóládába, vagy más néven traktorládába gyűjtöm, ami közvetlenül a karám mellett van. Ebben nagyjából másfél köbméter mennyiség fér. Amint megtelt, kivisszük a saját szántóföldünkre, de gyakran előfordul, hogy a környékben igényt tartanak rá konyha kertekbe, mi pedig házhoz visszük. Mivel nem pisi szalmás, csupán tiszta lótrágya, így sokkal hamarabb komposztálódik, és szinte azonnal felhasználható a termőföldbe forgatva. Naponta kisöprök az istállóból, ugyanis jelentős mennyiségű sarat és homokot hordanak be a patáikon, főleg így, hogy állandóan kibejárhatnak. Kíváncsi minőség ellenőröm már meg is érkezett Atlasz személyében. Most éppen felméri a helyszínt. Azt mondod, szép lett. Úgy tűnik, tetszik neki ez a minden elsöprő tisztaság, amit alkottam. Mizu más? Széva! Szia, Móci! Szia! Ezt mondod, ott megvakarod? Fú, látjátok ezt a borzalmat itt? Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt időszak folyamatos az önvízszerű esőzései miatt egyszerűen több mint egy hétig nem tudtam kiengedni őket a legelőre. Ez pedig annyira megviselte a pónilovakat lelkileg, hogy az istállón vettek revansot. Mellesleg 8 éve vannak itthon, egészen eddig a télig érintetlen volt az istálló. De ebből is látszik, hogy az unalom mire képes egy lónál. Igazából el sem tudom képzelni, mi lenne, ha esténként bezárnám őket. Lehet, hogy mára csak egy kupasz forgács maradt volna az istállónkból. There is more here than meets the eye. There is something here to behold. Crimson sunsets and violet skies mixed with amber and waves of gold. As the light fell underneath the dark, and the whole time I wondered where you are. I remember the sweeter days, all the summers that never end. Diving headlong below the waves as they break the horizon bends. But I still don't seem to understand. Képzeljétek, az én bundás pónjaim már január elején megkezdték a vedlést. Ez pedig most arra tornyosulni látszik. Igen, pont a legnagyobb mínuszok beköszöntekor, de nem kell őket féltenem, és sosem kellett őket takarnom sem. Arra még nem volt példa az évek alatt, hogy fáztak volna. Igazából csak emberi szemmel aggasztó, amikor bőrigáznak odakint, vagy áll a hátukon a hó, esetleg reggel jégcsapos bundával fogadnak. Főképp, hogy az enyémek még az istállóba is behúzódhatnak, ha épp szükségét érzik, de legtöbbször mégsem teszik. Általánosságban elmondható, hogy az egészséges, jó kondícióban lévő lovak jobban bírják a hideget, mint sem a nyári kánikulát. Természetesen vannak kivételek, de a hozzájuk hasonló dömperduci kis lovak szó szerint a jéghátán is megélnek. Pontos
fontos, hogy a lovaink patáit naponta ellenőrizzük és tisztítsuk meg, így időben észrevesszük, ha kilazult egy patkó, vagy ha beleragadt egy élesebb kő, ami akár sántosságot is eredményezhet. Csupán napi pár percet jelent ez a művelet, cserébe szinte minden problémának az elejét vehetjük, még mielőtt komolyabb bajt okozna. Késő délutánra a varjakkal együtt az ortapidő is megérkezett hozzánk. Ettől a patások pedig teljesen felélénkültek, vagy úgy is mondhatnám, hogy elment az eszük azok alapján, amit ilyenkor képesek lerendezni a legelőn. De se baj, legalább a nagy játék közepette jól kifáradtak, és alaposan lemozgatták magukat. Így arra gondoltam, hogy engedek a csábításnak, és egy kicsit hátról is foglalkozom velük, amire amúgy tényleg meglepően ritkán kerül sor a sok-sok teendőm mellett. Természetesen Atlasz odakint rá jellemző módon meghempergett, így jóformán a füle hegyeig soros lett. Úgyhogy nézzétek el nekem, hogy csak nyerekhelyen csodakoltam le újra, bár talán ezeken a távoli felvételeken a sötét színének köszönhetően nem olyan feltűnő, hogy milyen piszkos is valójában. Hamar ráébredtem, hogy a göröngyösre fagyott beton kemény talajpár körlépésen kívül igazából semmi másra nem alkalmas. De legalább végre Atlaszon is kipróbálhattam ezt a csini kis hakamort, amit Bernie barátnőmtől kaptam kölcsön. Apropó, szerintem érdemes az ő gyönyörű kerti póniaira is vetnetek egy pillantást, Instagramon Lucky Line néven találjátok meg őket. Almát sem szerettem volna kihagyni a jóból, főképp, hogy rá még úgy, ahogy sikerül is felugranom, hiszen pár centivel alacsonyabb, mint Atlasz. Lassan a végére is érünk a mai videónak, így kíváncsi lennék, hogy számodra mi az a kérdés, amire a leginkább szeretnél választ kapni az otthoni lótartással kapcsolatban, vagy ha már azon szerencsések között tudhatod magad, akinek megadott a saját ló öröme, mi volt az, ami eleinte nehézséget jelentett neked a lótartás kapcsán? Mindenképp írd meg odalent kommentben a véleményedet. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rövid betekintés a mindennapjainkba. Ahhoz, hogy a következő videóban is találkozhassunk, ne felejtsétek el megnyomni a feliratkozás gombot és a mellette található kis csengőt. Kerti Póni néven megtaláltok minket Instagramon, Facebookon és TikTokon is. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!